Egy politikai heccel hívta fel a figyelmet a Fidesz önkormányzati képviselője, hogy a hírek szerint ritkán látják választó körzetében, így Pécsett is, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjét, Mellár Tamást. Ezért egy kis ajándékkal kedveskedett neki Barkóczi Csaba a pécsi közgyűlés ülésén. Könnyebben ide tudjon találni, akár április 3 után nyugdíjas éveiben is. Készítettünk neki egy belváros térképet, ezt szeretném átadni képviselő úrnak, és ez alapján akkor mindig látjuk, hogy itt bizonytalanul téglából a belvárosban, akkor könnyebben ide fog tudni találni a következőkben. Ebben szerettem volna a polgármester úrnak jelezni, és akkor a napi rend előtt egy kis segítségnyújtás, hogy jövőben is szívesen látjuk, nem csak a választások előtt 4 évente, hanem úgy általában. Köszönöm szépen! Ezután átadta Pécs belvárosának turista térképét, kinyomtatva egy A4-es lapra. Mellár Tamás elfogadta az ajándékot. Ezt Barkóczi Csaba ki is posztolta Facebook oldalán.